Ez az Agapé Plus Podcast. Szemkő Júlia vagyok. Szeretettel köszöntöm Önöket. Szeretett kapcsolat, isteni lehellet, kiáradás, az úr ereje. Ábrázolják láng nyelvként, szélfújásként, galambképében. Számtalan formában találkozhatunk vele a művészet történetben és az irodalomban is, mégis talán a legnehezebben megfogalmazható személye a Szent Háromságnak, a Szent Lélek. Pünköst közelettével Bácskai Károly evangélikus lelkészsel és Berán Ferenc plébánossal megpróbáljuk értelmezni, közelebb hozni, megismerni a harmadik isteni személyt, a Szent Lelket. Hadd kezdjem egy személyes kérdéssel. A Szent Háromság személyei közül ki áll önökhöz most a legközelebb? Ha ezt úgy értem, ha ez a kérdés, ami egy nagyon jó kérdés, megtapasztalás szempontjából, akkor a Szentlélek. Hiszen amit az Istenből megtapasztalunk, azt a Szent Lélekben tapasztaljuk meg. Az Atya a Fiú által cselekszik a Szentlélekben. Mi a liturgiában mindig az Atyát szólítjuk meg, a fiú által a Szent élekben. Tehát amit megtapasztalunk az Istenből, azt a Szent élek erejében tapasztaljuk meg. Tehát ilyen szempontból ő áll, már a Szent Élek áll hozzám a legközelebb, de nem róla gondolkodok a legtöbbet, hiszen minden nap szentmisét mutatok be, és az evangéliumból indulok ki, és az evangéliumban pedig, hát Jézus áll előttünk. Tehát Jézusra gondolkodok, ilyen szempontból ő áll hozzám közelebb, mert, megpróbálom ugye el gondolni, hogy az ott helyzetben és mit tett, hogyan lehet összekapcsolni ezt a mi hétköznapi életünkkel, egy plébáni életével, egy, egy naponta templomban járó embernek az életével, vagy egy olyan ember életével, aki gondja problémája van, és az a reggeli hogy megoldást találjon. De amit megtapasztalok az Istenből, az a Szent Lélek erejében történik. Tehát ilyen szempontból, más szempontból meg ő közelebb. Tehát a gyakorlatilasabb szempontból Ferenc atyához Jézus, de a lélek szempontból pedig a I Szent Élek. Igen, tehát hogyha ha van egy ötletem, például, hogyha ön föltesz egy kérdést, és e, e, én erre válaszolok, és az a kérdés az váratlanul ért, mondjuk. Tehát ezzel nem gondolkoztam még, és ha arra választ adok, és jó választ adok, akkor azt én a Szent élek ötletének tartom tehát a kegyelem kiáradásának, és a szent Élek adta az ötletet, hogy ezt mondjam, vagy ezt válaszoljam. Számomra az Atya és a Fiú személyesebb, de a Szent Lélek lelkesebb. És csatlakozom Ferenc Atyához, hogy talán a Szentlélek áll a legközelebb hozzám, azért, mert neki köszönhetjük a hitünket, neki köszönhetjük az egyházat. Voltak éppen az, ami pünkös után történt, hogyha történetileg. Tekintünk végig immár az egyháznak az életén, mind-mind a Szentléleknek köszönhető. Vagyis, hogy mi most itt ülünk egymással, beszélgetünk keresztényekként, riporter, pap, lelkész, anélkül, hogy a Szentlélek Úristen ne munkálkodna, nem történhetne meg. A Szentlélek az, aki egységbe foglal mindent, és nem véletlenül használtam ezt a névmást, hogy aki, hiszen ő személy azért, és nem ami, hanem aki. Noha visszakanyarodok ahhoz, amivel kezdtem ezt a rövid gondolatmenetet, mégis egy atyára, egy fiúra könnyebb személyesen gondolni. Kevésbé elvont az ő személyük a Szentlélek, mint személy. Akit akinek nevezünk, nehezen közelíthető meg. És mégis ő van a legközelebb hozzánk, nem csak történetileg, hanem teológiailag is abban az értelemben, hogy ő az atyának és a fiúnak a lelke. Hogyha már a történetiségéről beszélünk, amíg az ószövetségre tekintünk, tehát hogyha mondjuk nézzünk egy ilyen kronológiai ívet, ott még nem tudunk beszélni szent lélekről, ugye? Hát lélekről beszélhetünk, hiszen a teremtés történetben itt te lelkész úr vagy ennek a szakavatott mestere, a ruach jáve, az Istennek a lelke, az ott lebegett a vizek fölött, nem tartották személynek az Ószövetségben, nem Istennek, egy tulajdonságának talán, de, de megjelenik. És az Ószövetség üdvösség történetét nézzük, akkor van, abban vannak olyan fordulatok, hogy, amiben nem írja azt, hogy ez most a szent lélek volt, de megjelenik a léleknek hatása. Akkor valakinek egy gondolata támad például, fölismer valamit, akkor azt az én megközelítésem alapján, hogy azt mondom, hogy, hogy ezt a lélek adta a profétáknak például az ajkára a szót, tehát Izajás proféta, amikor beszél, akkor az úr lelke irányítja, vezeti. Hát hogy a, az új szövetségben, amikor és elkezdi a mesés működését, akkor a izajás profétát idézi, hogy az Úr lelke rajtam. Azért jöttem, hogy örömítvegyek a szegényeknek. Tehát ott is megjelenik a lélek. Olyannyira, hogy ha szűkebben keresztény szempontból szemléljük az Ó szövetséget, mivel a Szentlélek, az Atya lelke is nem az új szövetséggel egy idős vagy ilyen értelemben a történelme egy bizonyos időszakában létesül a Szentlélek, hanem ő Istennel egy. Ebből eredően ott van a teremtés hajnalán, ott van, ahol Isten jelen van. Nyilván a keresztény szóhasználatban mondjuk Hívjuk őt szent léleknek, de ebben a szent sem olyan szakrális értelmet hordoz, mint ahogy talán első pillanatban gondolunk arra, hanem az Istenhez való kötöttséget, az istenszerűséget, és ilyenként mindenütt, ahol az Szent Háromság egy igaz Isten megjelenik, legyen az Ószövetség, legyen az Új Szövetség, keresztény értelmezésben együtt van az Atya, a Fiú és a Lélek, vagyis teremtésben a Ruach Yahweh, amely, aki lebegett a vizek felett, és életre dédelgette a világot, hogy úgy mondjam, a Szentlélekkel azonosítható. Az a lélek, akiről atya az imént említést tett a proféta szavanyomán, keresztény értelemben, a szent lélek volt. És ezt a lelket ígéri Jézus az övéinek, és ez a lélek árad ki pünköstkor, és akkor, amikor Jézus történeti értelemben már nincs az övéivel, akkor az ő lelke, az Isten lelke, Krisztus lelke építi tovább az egyházat, a tanítványi közösséget, a kereszténységet. Ha ehhez kiegészítésképpen mondom, egy kis közelebb hozva ezt mondjuk az én életemhez, a lélek megtapasztalását, hogyha valamire készülök, és nem tudom pontosan az, hogy a kérdése hogy mi lesz, vagy egy nehéz helyzetben vagyok, akkor az eddigi tapasztalataim alapján akkor tudtam jól válaszolni ezekre a kérdésekre, vagy azt elmondani, amit, amit nem tudtam megfogalmazni, le, leírva leírva önmagam számára, de ön bennem volt, hogyha ha az Isten közelébe érzem magam. Tehát ilyenkor nem ö, nagy sebessége próbál könyveket olvasni, és ö, adatokat gyűjteni, vagy teológiai tudásban elmélyülni, hanem egyszerűen félrevonulok, és megpróbálom átélni Istennek a jelenlétét. És ez az Isten ez a közelség, ez egyrészt meg is nyugtat, hogy biztosan tudok róla beszélni, hát érzem a közelségét. Másrészt pedig, hogy meg tudok fogalmazni olyan dolgokat, amiket korábban nem tudtam. Bennem volt. Tehát nem egyszerűen úgy vagyok az Isten szócsöve, hogy olyan dolgokat mondok, amik azt se tudom, hogy mi pontosan. De bennem volt, de az, hogy meg tudtam fogalmazni abban a helyzetben, ott a léleknek a segítségre van szükség. És én így tapasztalom meg a lelket, és szinte minden nap megtapasztalom a léleknek a hatását. Nem mindig adok neki hálát ezért, de az Isten közelségben, vagy a, a, a csendben, vagy a belső nyugalomban, amit átélek, igazából az ő gyümölcseit élvezem a lelkem mélyén, és ez indít arra, hogy megszólaljak, és aztán valamit mondjak, és nem is izgulok azért, mert én bizony abban, hogyha tényleg az Isten közelében vagyok, akkor az ő szavát tudom közvetíteni mások felé. Hagynia kell az embernek, hogy meghallhassa? Én ezt annál a fülemmel hallom. Nehéz ezt kifejezni, de azt érzem, hogy a közelemben van. És Isten. milyen érzés? Megnyugtató érzés. Megnyugtató érzés. Én gondolom, hogy a, a vértanúk is az első századokban valami hasonló érzést éltek át, hogy nem tudták azt, hogy mi hogyan fog történni, hogy el tudják-e viselni a szenvedést, de az Istent a közelében érezték, akkor ez megnyugtatta őket. És akkor arra gondoltak, hogy leszereljük ahhoz, hogy tanulságot tegyenek a hitükről. Nem is biztos, hogy szó van, hanem úgy, hogy bátorságban vagy kiállásban. Tehát én azt hiszem, hogy így tapasztalható meg a lélek. És hogyha ezt összekapcsoljuk az Ószövetséggel, és ilyen szempontból olvassuk, hát állandóan érezhetjük azt, nem csak a profitáknál, hanem más egyéb személyeknél is, hogy amit mond, az persze az ő gondolata, de nem ő indította őt erre, hanem a Istennek a lelke. Most ezt a szót használom, hogy az Ószövetség ezt használja. Ahogy felkentek. Igen, lélek által, igen, felkentek. Persze előfordul az, hogy vannak olyan különleges események, amikor nem a hétköznapok csendjében tapasztaljuk meg Isten jelenlét annak a indítatását a szóra, vagy a cselekvésre, hanem amire külön kell készülnünk, egy nagy es esemény például, egy pünkösd előtt állunk, de nem csak ez, hanem az egyház döntés előtt áll, vagy egyház döntések előtt állnak. Választani kell egy zsinatot összeívni, vagy egy plébániai zsinatot összehívni, és színódust összehívni, vagy egy, akár egy képviselőtestületi ülést is összehívni, ahol valamit el kell dönteni, irányt kell adni a plébánya hívei számára akkor ott nem szabad teljesen ráhagyatkozni a lélekre. Olyan szempontból az végig kell gondolni, pontosan megegyeztetni kell. De a megfogalmazásnál az adott pillanatban az ember mit mond, hogy mond abba, én azt hiszem rá kell hagyatkozni a lélekre. Az jutott eszembe itt atya szavait hallgatva, hogy egy testületi ülésen, vagy egyéb olyan összejövetel során, amely mindenféle intézményben szokásos, világi egyházi intézményekben a menedzsmentnek a része a fenntartáshoz szükséges. Világi döntéseket kell hozni, villanyszámla, egyebek, rezsi, te a keresztény döntések Annyiból lehetnek mások, hogy kérhetjük egyrészt az Isten megvilágosító erejét ezekhez a döntésekhez, amikor a szakmai felkészültségünk vizsgázik ugyan, de ha hiszünk, akkor mint hívő szakemberek vagyunk együtt, és a világi tudományunk, a civil tudományunk kiegészülhet a Szentlélek bölcsességével, iránymutatásával, erejével, ahogy atya is utalt rá, és lélekben megújulva tudjunk testvérként aztán tovább lépni. Mi ez a bölcsesség? A Szentlélek bölcsessége, ez micsoda? így önmagában véve kétféleképpen lehet fordítani, ha már nyelvtanozunk egy kicsit, bölcs a szentlélek is. Ez egy szubjektív bölcsessége, de lehet objektív módon fordítani, akár ha a bibliai nyelveket, mondjuk görög, gört, utána a latint is alapul veszük, az pedig a szent től kapható bölcsesség. És mind a kettő jelen van abban, amit Szofiának, bölcsességnek nevez az új szövetség. Egyrészt maga a Szentlélek, isteni bölcsességgel rendelkező személy, másrészt azonban bölcsé teszi az együgyűt, vagyis a hívő ember anélkül is képes lehet keresztény értelemben megfontoltságra, Higgadságra, indulatmentességre, szeretetre, elfogadásra, hogy túlzottan képzett lenne. A tanulatlan ember is lehet a lélekben bölcsember. Sokszor hivalkodunk az iskoláinkkal, de nem vagyunk bölcsek. Az egyszerű ember, a földműves is annak idején bölcs volt a maga hívő módján, lehet, hogy az iskolázottsága alacsonyabb volt, de eligazodott a világban, megértette a mellette élőket, mégpedig ilyen alapon hit, remélt, szeretett, bízott, egyszerű volt. Ma talán az ilyen egyszerű hívő emberek kora lejárt, de szerintem nem lenne baj, hogyha fölelevenedne a hitnek ez a változata, amikor a szent lélek által tud bölcsebb lenni a világ, és nem feltétlenül az anyagi, meg a tudományos megfontolások mondanák ki az utolsó szót. Tehát az egyszerű ember, egyszerű gondolkozás ember nagyon nagy kincs. Azok az emberek, akik csak úgy bonyolultan tudják elmondani a gondolataikat, azok nem tudnak igazán hatással lenni a környezetükre az igazi nagy tudású emberek, a nagy emberek azok a bonyolult dolgokat is nagyon egyszerűen tudják elmondani, azért, mert egységben látják a dolgokat. Volt arról szó, ugye, hogy inkább lélekről beszélünk, amikor az Ószövetségben tárgyaljuk ezt a témát. Ha lehet egyáltalán így fogalmazni, mikortól datálható az, hogy a Szent Lélekről ebben a szóban, ebben a kontextusban, amit most mi szent lélekként használunk, beszélhetünk. Hát Jézus megígér, hogy elküldi a szent lelket. Amikor erre reflektáltak, amikor, ha, amikor, ami nem az hát utolsó, nem a csalán léle, csalán utolsó Igen. Amíg nem árad ki a lélek, nem mélték át pünkösnek az élményét, addig nem tudták értelmezni Jézus szavait. De abban a pillanatban, amikor itt egy csoda történt, Létrejött az egység, a megosztottságban létrejön az egység, akkor azt a lélekereinek tulajdonították. Tehát akkor születik az egyház, amikor ezt megtapasztalják, és erre reflektálnak. Tehát megtapasztalták, és aztán visszaemlékeztek Jézus szavaira, és azt mondták, hogy eljött a lélek. Jézus Krisztus megígéri az utolsó vacsorán Igen. a Szent Lelket. Viszont már Szűz Meriának is a, ugye a Szent Szentlélek által fogan fiút szül. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelése történik, akkor is ugye ott van a Szentlélek. Olyan, mint hogyha a Szentlélek így végig ott lenne, de valahogy sosem szorul tisztázásra. A lélekről is végig szó van az Ószövetségben, de valahogy ugye, mint annyira magától értetődő lenne, hogy nincs egy tételmondat leírva. Azt, hogy egy Isten van, és az egy Istenben három személy van, azt nem akkor, hanem évszázadok múlva a zsinatokon, a nikajai zsinaton, meg a későbbi a Konstantin és Ápoly zsinaton fogalmazzák meg. Tehát az, hogy egy Isten van, és az Atya is Isten, a Fiú is Isten, és a Szentlélek is Isten, tehát ez a legnagyobb, hát gondolkodóknak. Ugye a Szent Ágostán nagyon sokszor így ábrázolják, hogy jönne, hát a hallgatók nem látják, amit mutatok, hogy így a három ujját így a, Homlokkal igen, a homlokát, hogy ez a három hogy fél a fejében. Tehát a Szent Áramságban gondolkodott. Tehát ez egy, mondom, egy, egy, tudás is kellett. És Jézus korában, hogy a személy szó az ismeretlen volt. Tehát a személy az egy elvont fogalom. Tehát ő az a harmadik isteni személy, ezt nem lehetett így megmagyarázni. Az, hogy ő is Isten, azt igen, de akkor milyen értelemben vagy, hogy Isten? Az az kellett, hogy különbséget tegyenek lényeg és személy között. És a zsina tanítja, hogy azt a lényeget, az úsziát, ugye három személy birtokolja. Na de ezt egy apostol nem értette volna. Ő csak azt érezte, hogy történt valami, és Jézus pedig, ahogy beszél a Szentlélekről, nem gondoltak arra, hogy most személy de az, hogy ami isteni erő, vagy nem tudom, mi azt meg, viszont megtapasztalták. És később reflektáltak arra, hogy a személynek tekinthető. Személy volt akkor is. De az, hogy személy, ugye azt később meg kellett fogalmazni, és ahhoz nagyon okos emberek kellettek, akik, mondom, nem is az ószövetség, új szövetség terminológiájával, hanem felhasználva a görög filozófiát határozták ezt meg. Mondunk néhány pontot a személyiségre voltak éppen az operatív isteni cselekvés maga a Szentlélek, vagyis a cselekvő Isten, Deus in actu, így mondjuk latinul, aki cselekszik, amikor munkában van, és ezért szöviát, ahogy Júlia említette, az Új Szövetséget akár Mária fogantatásától, Jézus elfogadásáig vagy megkereszteléséig végig követhető a Szentléleknek a munkája, a nyoma az Új Szövetségi Eseményekben és az ószövetségi eseményekben is csak ott Isten közvetlenebb módon hatékony, és cselekszik, és cselekvő. Gondoljunk a Zsoltárokra, jó pásztor, olyan, mint egy pásztor, bizonyos formákban vezeti a népét. Az új szövetségben pedig ez az isteni vezetés, a, az Istennek a gyakorlati jelenléte, fejezhető ki a Szentlélek szerepével, fogalmával, személyével, későbbi megfogalmazásban már személyével, tehát a mindenütt jelenlévő, de kiszámíthatatlan, az eseményekbe beavatkozó, az ember életét átszövő, a csodákat is kísérő Isten jelenség lehet a Szentlélek, és így szinte természetes, hogy minden, ami isteni eredetű, istennel kapcsolatos, mi több az értelmét, a megvalósulását istennek köszönheti Jézus születésétől kezdve számos új szövetségi eseményig, valami módon a Szentlélekkel kapcsolatos fogantatott a Szentlélektől, valljuk a hitvallásunkban. Tehát az Istenhez van köze. És itt nekünk nem az a feladatunk, hogy megfejtsük a titkot, hogy a három, hogy lehet egy, az egy meg, hogy három, ha a szent gondolunk, hanem, hogy elfogadjuk az Isten cselekvését. Áhítattal higgyük, hogy ott igen, Jézus Krisztus születésénél az új szövetségi események sorában az Isten cselekszik. Cselekedet cselekszik, mind máig a lelke által. Ugye a szentírásban két fogalmat és tulajdonságot találunk a szent lélekre. Az egyik az a, az a paraklétosz, amit sokféleképpen lehet fordítani, lehet ügyvédként fordítani, lehet szószólóként fordítani. Tehát aki, aki megszólal bennünk, aki egyrészt a, az atya üzenetét közvetíti felénk, mint szószóló, de úgy is lehet, hogy aki, amit az előbb próbáltam elmondani, aki megszólal bennünk, tehát ott van az az üzenet, de aki segít minket, hogy a gondolatainkat megfogalmazzuk. Egy ügyvéd. A másik pedig a pajdagógosz. Tehát a tanító, aki elveszett minket az igazságra. Előbb kérdezte Júlia azt, hogy milyen tulajdonságai vannak a Szentléleknek. Hát ez a kettő, ez más is, de mind a kettő benne van a Szentírásban. Tehát az, hogy szól hozzánk és bennünk, általunk, és képviseli az ügyünket, másrészt pedig ez, hogy mint pedagógus vezet minket. Nem engedi azt, hogy tévútra jussunk. És ezért van az, hogy katolikusok, amikor azt mondjuk, hogy a pápa vezetése és zsinat összejön, és valamit kimond, ugye akkor nem tévedhet. Azért nem tévedhet, mert a Szentlélek vezeti. Mert a pedagógus vezeti. És most nem hétköznapi dolgokra beszélek, hanem amikor egy katedra valamit kimond. Az egyház persze a 20. században egy ilyen volt, a 19. században két ilyen dolog volt, amire azt mondjuk, hogy tévedhetetlen, és ezek Szűzmáriára vonatkoztak. De ott bízunk abban, hogy a pedagógus, aki minket talán nem téved, és amit az egyház egy közösségben val és mond, ugye akkor az, az igaz. És hogy kiegészítsem ezt a nagyszerű gondolatmenetet, még tegyük hozzá, vagy tegyem hozzá, hogy a Paraklétos, ahogy atya említette, és maga a paraklészis, görög szó, emellett, mindemellett, amit hallottunk, vigasztalót is jelent. Tehát közbenjáró, vezető, Igen. tanár és vigasztal is, és mutassanak egy olyan ügyvédet, aki nem csak nagyszerű ügyvéd, de még meg is vigasztal. Egy olyan pedagógust, aki nem csak bevasolja a matek példát, de még meg is vigasztal, úgyhogy a vigasztalás lelke a Szentlélek. Egyszerre vigasztal, egyszerre közben jár. Számos olyan tulajdonság, amely... Részleteiben megközelíthető, de így egységesen már Istenre jellemző minőséget képvisel, és szüksége van az embernek ezekre a tulajdonságokra, úgy is, hogy a Szentlélektől kapja, és aztán maga is igyekszik a lélek gyümölcsét teremni ebben az értelemben, de úgy is, hogy nem rendelkezik vele hát számos esetben kapjuk magunkat azon, hogy nem vagyunk jó pedagógusok, családon belül nem hivatásszerűen beszélek, édesanyák, édesapák, gyereknevelém, azután papok, nem tudunk jól vigasztalni, nem olyan válaszokat adunk a szentgyónás alkalmával, a beszélgetések alkalmával, és Ügyvédként pedig nem, nem tudjuk úgy képviselni mások vagy a magunk ügyét, nem vagyunk elég bölcsek, hogy újra a bölcsesség szót említsem. Tehát nagyon összetett a szentlélek szerepe, és szinte kívánja a ráhagyatkozást a hívő embertől. Ne a maga tudományában bízzon, hanem bízzon Istenben. Megkapjuk a szent lelket? vagy a Szent Lélek van, és az a kérdés, hogy felismerjük-e? Azt, hogy felismerjük-e, utólag ismerjük föl. Például mondok egy konkrét példát. Minden nap megérzem a hatását. Tegnap bejött egy asszony, hát már régen nem volt, és hát euh, volt egy kis konfliktus közöttünk, mert kiderült, euh, hogy amit adtam, azt nem arra használta föl, amiért hát euh, nagyon kért, hogy adjak neki, és amikor kimentem, láttam azt, hogy a a barátjával sörörgetett ott a, a, a Kolosi téren. És közben a gyerekekről beszélt, hogy éheznek meg minden. Hosszú időn keresztül nem jött. Nem mert jönni szerintem. És tegnap bejelentkezett, mondta, hogy jön. És hát gondoltam magamban, azért szembesítem őt a valósággal. Megint a gyerekekről beszélt, hogy most ez nincs meg, az nincs meg, a maz nincs meg. Nincs meg. Elmondtam a véleményemet, meg a tapasztaltamat is így róla, nem csak azt az egy alkalmat, hanem a korábbiakat is. De éreztem, hogy itt nem a, a lélek szól belőlem. Én mondom a saját igazamat, ami igaz, de a Jézus nem ezt tenni, hanem valahogy segítene rajta. És akkor már elhajtároztam magam, hogy odaadom azt, amit kér. Először hazitáltam magamban. De mivel uh, én harcias voltam vele szembe, és hát szembesítettem a tényekkel, tehát éreztem, úgy fog elmenni, hogy lehet, hogy a kezébe lesz, amit kért, de nem lesz boldog, én sem leszek boldog, mert, mert ez a találkozás nem igazán sikerült. És akkor nem tudtam más csinálni, gondoltam, hogy egy szavakban nem lehet ezt kifejezni, hogy megsimoltam a kezét. És ez olyan volt, mint egy áramütés neki. Mert, mert érezte azt, hogy a kemény szavak mögött az én, én, én látom az ő helyzetét és nem is ezt akartam mondani talán, de ezt ki kellett azért mondani. Nem találom a szavakat, hogy hogyan mondjam el neki, hogy, hogy tartson ki egy férfi mellett a két gyerek miatt, és hogy vállalja ezeket a megpróbáltatásokat, a szenvedéseket, és, és azért jöhető csak az igazat mondja, és ne arra, ami esetleg a férfi kényszeríti. De ez, hogy megérintettem őt, a kezét is, meg aztán a homlokát is, ezzel ezt feloldottam ezt az ellentétet, és megkönnyebbülve ment el, és én is egy belső, hát egy katartikus élménnyel maradtam ott, mert, mert nem az volt, hogy jó adtam valamit, de pont a szeretetet nem adtam. Tehát én úgy gondolom, hogy az a pillanat, amikor én rájöttem arra, hogy most elkezdek magyarázni, de hogy én azért szeretem őt, mert hát ő is Isten gyermeke, meg meg hát rászól a szeretetre, ezt elkezdem magyarázni, nem, nem tudom közvetíteni a szeretetet. De azáltal, hogy megérintettem a kezét, és a homlokát is megérintettem, ezáltal ezt a szeretetet közvetítettem. Például én úgy gondolom, hogy ebben a szavakban nem is kifejezhető cselekedetben ebben a Szentléleknek az ereje volt. De tudok sok ilyen példát mondani. És milyen érdekes, hogy pont a kézrátétel a történet akkor, amikor a Szentlélekről beszélget. Igen. Én ezt nem kapcsoltam össze pünkösd el meg ezt a mai beszélgetéssel se, de valami történt. Bizony nem úgy érdemes gondolkodni kizárólag a lélekről, mint hogyha szó lenne, vagy ahogy Jézus mondja, szél fúja, akar, tehát valamiféle levegőhöz, légmozgáshoz hasonló, hiszen a pneumaszó is ezt jelenti, nem véletlenül galamb formájában ábrázolják, amelyik rászáll az emberre, hanem egy gesztusban, egy mozdulatban, egy mosolyban, egy érintésben, amiben, ahogy atya a fogalmazott erő van, amely képes vigasztalni, vigasztalás lelke, erőt ad ahol valaki meggyengül, az erőlelke, a Tanács tanácslelke, valaki bizonytalan, és talán mondunk egy jó szót olyan módon, amelyről nem is gondolnánk alkalmasint, hogy éppen a léleknek lesz az eszköze, vagyis a lélek mindenütt van, mindenben lehet, hogy így mondjam, omnipotens, mindenütt jelenlévő, de képes eszközként fölhasználni az embert, egy mozdulatot, egyház tanításától függetlenül az emberi szót, az ostját, a bort, hogy annak többlet jelentőség, ereje, teológiai tartalma legyen, és megkülönböztetjük azt teológiailag, amikor a Szentléleknek bizonyos teológiai szerepet tulajdonítunk, de Emellett van egy olyan a hívek körében, az emberek körében általában létező megvalósuló szerepe az Isten lelkének, amelyet a hívők ilyenként tudnak értelmezni. Hogy az az aparó érintés minőségi érintés lesz. Hányszor érintjük meg egymást? Kezet fogunk, köszönünk és így tovább. Kedves, de nem biztos, hogy olyan értelemben minőségi mozdulat ez, mint ahogy ott ugyanaz az egyszerű érintés, abban az esetben, amit említett, egyszerre csak egy felszabad, mintha áramütésért volna Igen. fogalmazott atya, és ilyet olvasunk az új szövetségben is, mintha szíven ütötték volna őket. Igen. Pünköstkor. Igen. Amikor a keresztség szentségét kapja meg az ember, akkor ott ugye nem csak arról van szó, hogy megkeresztelik Atya Fiú Szent lélek nevében, hanem kérjük, hogy a Szent Lélek lakhasson abban a kis ártatlan lélekben. Mit jelent az, hogy benne lakik a Szent Lélek onnantól kezdve az emberben? A katolikus liturgiában, amikor egy gyereket megkeresztelünk, akkor ez hozzátartozik a keresztségritusához az is, hogy krizmával megkenjük a homlokát. A krizmával a templomokat kenik meg. Tehát amikor a püspök felszenteli a templomot, akkor különböző helyeken krizmával megkeni, és ez attól válik templom Nem azért, mert templom formájú épülete van, hanem azért, mert szentmisét mutatnak be, és azaz, azért, mert tehát a püspök ezt felszentelte. És ezt a képet veszi át az egyház a keresztelésnél is, amikor valaki megkeresztelkedik, akkor az ő lelke templommá válik, az Isten templomává válik. És ezáltal, ha megkenjük a honlokát, ezt ki is fejezzük. Ennek is van biztos kegyelem közvet, sőt, biztos kegyelem közvetítő ereje, amit a gyerek nem érez. Legfeljebb később tudatosítja magában. A hatás azért ott van, csak ő nem, hát egy csecsemő fog ebből föl. De azt, amikor én elmondom a keresztelés alkalmával, hogy ezt a templomot is a püspök fölkent, és ugyanazzal a krizmával kenem meg, a, vagy a meg a pap homlokát, akkor fölfog valamit abból, hogy mit jelent a keresség, hogy Isten templomává válunk, a Szentlélek templomává válunk, ahogy ezt a Szentírásban is szerepel. Nem tudjátok, hogy Isten lelke lakik bennetek? mondja, a Szentlélek temploma vagytok? Tehát ezt jelenti a lélek valakás. Tehát nem biztos, hogy az ember ezt élményként felfogja, de hogyha ezt tudatosítja az ember, egy pap vagy akárki a hívek felé, hogy most ez történt, és ez azért függ össze. Ezzel, hogy az átteredő bűnt ugye lemossa, templom megtisztul, templomá válik, és most pedig a, a Kenet földésíti ezt a templomot. Ismert kifejezés az valamire, ami a világban jelen, vagy minősített. Többség lehet minősített, egy árucik lehet minőségi vagy minősített, és az egyház így teszi a szolgálatával, a Szentlélek által minősítetté. Azt, ami egyébként nem lenne az, gondolok a keresztségre, itt a római katolikus értelemben, ahogyan hallottuk, hogy az a csecsemő már minősített, ugye megvan kemve, egy, egy felelősséget is kap ezzel, lehetőséget kap ezzel a keresztény életre, de ugyanígy, ha most a luteránus urvacsora ünnepre gondolunk ott, epiklésis történik, lehívja a papisten Isten szent lelkét, furcsán hangzik, azt mondja, küld el szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy ebben a kenyérben és borban, ami Urunk Jézus testét és vérét vehessük üdőségünkre. Vagyis a szent lélek által minősülnek az urvacsorai jegyek, kenyér és a bor, az ostya és a bor olyan szentségé, amelyek minőségileg, teológiai értelemben immár nem pusztán kenyér és bor, ostya és bor, hanem farmakonatán a tehát az halhatatlansági gyógyszere, az isteni kegyelem közvetítői. És egy minősített esemény, az Urvacsora ünneplés, Szentáldozás is a római felfogásban. Most itt a, ezt nem akarom részletezni. A jegyek is, a Szentostya egy külön terület, de hát azért az egy minősített ostya, nem is akárhol tartjuk a templomainkban, és ugyanígy az urvacsora jegyei ott is, ahol a szent lélekkel együtt azok szentségi értelemben megjelennek, az egy minősített esemény és minősített tartalom, vagyis a szentlélek keresztségben, oltári szentségben, euharisztiában egy olyan minőséget ad ahhoz, ami egyébként profán lenne, világi lenne, kenyérbor, vízzel való leöntés egyéb, ami egészen megváltoztatja az értelmét, és eszközeivé teszi az Úristennek ezeket az egyébként, hát nagyon egyszerű részleteket, mint emberi szó, egy darab kenyér, egy korgy bor, ostya, a víz, a vegyész, ezt állapítaná meg akkor is, hogyha hívjuk a szent lelket az ostjára és a borról, hogy az ostya és bor. De teológiailag az már egy más minőség. Az Ószövetség ugye világosan beszél az atyáról. Az Új Szövetség kinyilatkoztatja a fiút, és tőle megkapjuk, hogy akkor velünk marad majd a Szentlélek. Most a szent Szentléleknek az idejét éljük. Ezt így nehéz megmondani. Tehát a, az atya, ahogy szoktuk, mert öröktől fogva szüli a fiút, a fiú szeretetben visszatekint az atyára, és a kölcsönös szeretetünknek a személyvállása szentileg. Öröktől fogva van. Az más dolog, hogy bizonyos korokban a valamelyik isteni személyeset eset lelőtérbe kerül. Például a második vatikáni zsinat után, vagy előtte is, amikor az belül nagy változások voltak, akkor ilyen című könyvek jelentek meg, hogy új pünkösd, mert valami történt, valami változás történt, és ezt a szentléleknek tulajdonították. De a három egyszerre jelen van, sőt, az kezdetben mondtam, hogy az atya a fiú által a szent élekben cselekszik. Tehát amikor én, amit én megtapasztalok a lélek erejében, tapasztalom meg, de abban benne van az atya, aki küldte, a fiú, aki közvetítette, és a lélek, akiben ezt megélem és megtapasztalom. Tehát a hármat nem szabad így így külön választani, de kétségtelen, hogy a történelmet nézzük, akkor vannak olyan korszakok, amikor jobban odafigyelünk esetleg a lélekre, mert változások történnek. Vagy olyan, amikor háborúk vannak, akkor a, egy teológus, egy pap, de a keresztény ember is Jézusnak a szavait keresi, hogy mit tanította háborúról, és akkor visszaidézik persze a hírajási jövendőléseket tehát, hogy, hogy ő lesz az, akit akit keresztre feszítettek, keresztre feszítenek, aki némul a nyírója előtt, aki áldozattá válik. Ja, és akkor rögtön arra gondol az ember, hogy igen, a háborúról meg lehet fogalmazni, az igazságos háborúkról, nagyon elveket, de itt van a, a, ez a profétai vonal, amiben Jézus beleáll, és ő is ártatlan bárányként meghal. Igen, öröktől fogva vannak, ahogy hallottuk, mégis valóban, mintha az ószövetség az atyára, a teremtőre összpontosítana, új szövetség a fiúra, Jézus Krisztusra, és a proféták, talán Joel profétánál olvassuk az ószövetségben, hogy akkor árad ki a lélek, amikor az utolsó idők jönnek. És minthogyha pünkösd a lélek kiáradásával, amikor Jézus már föltámad és a mennybe emelkedik, és kiárad az Isten lelke, a szent lélek idejét éljük, az utolsó időket éljük, nem fog megismétlődni a Jézus esemény, ahogy ezt hívjuk, Jézus Krisztus életére, történeti értelemben gondolva akár, de a megváltói értelemben gondolva is, nem történik meg még egyszer. Ő az atyánál van, az atya jobbján mennybe ment. Ilyen értemben igaza van Júliának, hogy bizony a Szentlélek korszakát éljük, és egyben egy olyan a proféták által megmondottan utolsó időket, amelyeknek viszont a végét nem ismerjük. Erre Jézus is figyelmeztet, hogy ne okoskodjatok a tekintetben, hogy mikor lesz, mennyi idő van hátra a vége, hanem az úgy fog eljönni, mint a tolvaj. A váratlanság és a kiszámíthatatlanság az érdekes, vagyis, úgy cselekedj, úgy óvd a környezetet, úgy békülj meg a felebarátoddal, a társaddal, úgy ne szemetelj, és mindent lehet mondani, hogy lehet, hogy holnap már lejár a Szentlélek korszakának az ideje, vagyis nagy felelősséget jelent a Szentlélek jelenléte ebben az értelemben, de még tart a ma, még tart ez a türelmi idő, talán azért, hogy az emberiség belássa, komolyan kellene venni a Szentírás tanítását, mert az életkönyve a Biblia, ahogy nevezzük, és abban nem valami avas, régies, muzeális érték és tanítás jelenik meg, hanem nagyon is jelen idejű, a Szentlélek idejére vonatkozó, és számos ponton találkozik azokkal a civil törekvésekkel, amelyek a földre, a világra, a teremtett világra vonatkoznak az emberre mentálisan, egészségileg, és sorolhatnám tovább. Nagyon is időszerűt. És kérhetjük mind az atyának, mind a fiúnak, és mind a Szentléleknek is a segítségét. Így van. Ez volt a 32. Agapé Plusz, melyben Bácskai Károly evangélikus lelkészsel és Berán Ferenc katolikus pappal beszélgettem. Ezt és korábbi adásainkat is újra meghallgathatják a MediaClick és a Spotify felületein, illetve a YouTube Bizonyisten csatornáján. Köszönöm, hogy újra együtt kerestük a pluszt. Szemkő Júliát hallották.